Krisztusban, kedves testvérek! Az elmúlt években sokféle szempontból végig gondoltuk már ezt a minden évben visszatérő történetet. És persze minden évben az ember egy kicsit tovább jut ebben a történetben, és az első ismeretei az embernek a történet kapcsán arról szólnak, hogy hát igen, hát a pénz és a gazdagság, ez milyen nehéz teher, és mennyi változást elő tud hozni ennek a bőség vagy a szüksége az ember életében. De én itt most nem erre gondolok ebben a történetben, hanem az egyik legsúlyosabb kérdése talán a történetnek a vége felé merül fel, hogy mi van a te csűrödben most? Ha most be kellene fejezni ezt a földi pályát, akkor miket találna az Isten a te életedben? És úgy gondolom, hogy ennek a kérdésnek a kapcsán azért csinálnunk kell egy olyan leltárt, ahol nagyjából ilyen 10 évente végig gondolja az ember, hogy akkor most miket tudnék én bemutatni az Istennek a saját életemből. Amikor úgy elfogynak és elvesznek azok a lehetőségek, hogy majd jövőre, majd az életemnek a következő 3 évében, vagy a következő 10 évében, hogy fog ez történni. Ha az ember az elejétől kezdi, akkor azt gondolom, hogy az első 10 év az igazából az emberség kialakulásának a kérdése, ott az ember nagyon még nem gyűjtöget. Lehet, hogy van hobbija az embernek 10 éves kora előtt, de ott még tulajdonképpen a szülőknek az életét éli. Azok szerint, a játékszabályok szerint, amit a szülő beleolt a gyermekeinek az életébe, amivel körülveszi ezeket a gyermeki éveket. Úgy gondolom, hogy ha az ember 10 éves kora előtt fejezi be ezt a pályát, vagy akár 10 évesen fejezi be a földi életpályát, az egészen biztosan minden nehézség nélkül az Isten boldog országába kerül. Aztán következik a következő 10 év, amikor az ember érdekes változásokat vesz észre magában. Benne van ebben a kamaszos ostobaság is. Az ember elkezdi a saját ötletei szerint gondolni az életet. Elkezd ábrándozni arról a 10 éves koraiban, hogy milyen lesz az ő felnőtt és érett élete. Gondolatai támadnak arról, hogy milyen lesz az ő házassága vagy családja. Látja maga körül a változó világot, és sok mindenben változik ő is. Túljut ezeken a kamaszos nehézségeken is talán a 10 éves korának a vége felé, és elkezdi nagyon hamar érezni, hogy én úgy tűnik, hogy mégiscsak felnövök. És elkezdi a saját életét élni, a saját játékszabályi szerint akar élni. Az a jó, a 10 éves gyermek még megkérdezi és meghallja a tapasztaltabb szülőknek a bölcsességeit, és megpróbálja azokat is mérlegelni és beépíteni a saját életének a kialakításába. Erre mi is emlékszünk a legtöbben itt a 10 éves korunknak a nagy változásaira, amikor az embernek a szívében először komoly dühök jelennek meg, amikor az életében először komoly szerelmek jelennek meg. Nagyon nagy változások történnek. Ha az embernek csak 20 éve lenne ezen a világon, akkor is nagyon sok mindent megért ebben a 10 éves korában, a 20 éves koráig. Nagyon sok mindent megért, amelyek ugyanúgy bekerülnek a csűrébe, és megkezdi megtanulni az ember, hogy mi az életben az igazán értékes, és mi az, ami kevésbé az. Aztán ott találja az ember magát a 20 éves korában, és gyakorlatilag a 20 éves korában az embernek meg lesz az első szakmája, vagy meg lesz a diplomája, így kezdenek összeadódni azok a dolgok, amelyek szerint azt mondja, hogy na, akkor nekem most adatnak azok a lehetőségek, amelyekből én most jól élhetek. Megdolgoztam érte, de megjelennek a 20 éves koromban azok az értékek, amelyek szerint én jól élhetek ebben a világban. Vannak fáziskésések, valakinek csak a 30-os éveiben jelennek meg ezek a dolgok, de jellemzően a 20 éves korának, vagy annak a vége felé az ember azt mondja, hogy gyakorlatilag kialakult az én életem. Az egyik legfontosabb kincse az embernek az, hogyha 20 éves korában a legfontosabb életvezetési szabályai megszületnek a legfontosabb alapok és értékek, erkölcsi törvények, amelyek alapján azt mondja, hogy én ezek szerint akarok élni, és megszületnek azok a korlátok a saját ismeretemből, neveltetésemből, tapasztalataimból és küzdelmeimből, megszületnek azok a korlátok, amelyeket én látok meg, és arra azt mondom, hogy ezeket én nem akarom átlépni. Valószínűleg az Istenhez való tartozásomnak a legfontosabb sarokkövei is kialakulnak 20 éves koromban,
hozok egy örökséget gyermekségemből, aztán küzdök a hitemmel a kamaszkoromnak a vége felé, meg még a fiatalságom elején is. 20 éves koromban, ha én az Isten oldalán maradok, akkor valószínűleg ott leszek végig. Ha meg a 20 éves koraimban eloldalgok az Isten mellől, akkor valószínűleg távol leszek végig. Nem lenne szabad hagyni, hogy 20 éves koromban a világ sodrása szabja meg ezt, hanem egy meggondolt döntést kellene hozni. Óriási bátorság kellene ahhoz, hogy én azt merjem mondani, hogy köszönöm szépen, én ezek után Isten nélkül, meg az ember úgy se tagadja meg az Istenit, csak szépen eloldalog azért az Isten mellől, mint ahogy a gazdag ifjú eloldalgott annak idején, és szépen távol lesz az egyháztól is, és távol lesz az Istentől is. Aztán az embernek jön a 30 éves kora, amikor az életerőnknek a tetején vagyunk, amikor már a szakmához is értek, amit megtanultam az iskolában, vannak tapasztalataim, és elkezdem berendezni magam körül a biztonságos életet, ott jönnek a nagy döntések azt, hogy én kivel akarom élni ezt az életet. Jobb lenne, ha ez 20 éves korában az embernek kiderülne, de sokan ma már csak 30-as vagy 30 pluszos életükben döntik el, hogy kivel. Jönnek azok a nagy döntések, hogy én itt maradok ebben az országban, vagy elmegyek külföldre, és itt hagyom magam mögött a családot, a barátokat, mindent, mert a gazdasági érdekek engem máshová visznek, és úgy gondolom, hogy ott nekem jobb lesz az élet. Nagy döntéseket hoz az ember 30 éves korában, és akkor ezekbe az értékekbe, amelyek ott megjelennek, amelyek bekerülnek ugyanúgy a csűrömbe, belejátszanak azok is, hogy valószínűleg családom lesz, és megszületnek a gyerekeim. És hogyha az ember a 30-as éveinek az erejébe beletekint, meg ezekbe a körülményekbe, a jó szakmaiságba, a sikerekbe, amelyeket ezekből elér, a család kialakulásával, a gyerekek születésével, akkor azt mondom, hogy a 30-as éveiben az ember egy nagyon gazdag életet él, és nagyon sok minden kerül be a csűrjébe. De hát itt is utolérheti az ember. Az embert az a kérdés, hogy akkor, ha most ezt be kéne fejezni, akkor tényleg meg lenne minden, ebben a te 30-tól 40-ig tartó életszakaszodban, amelyekre azt tudod mondani, hogy köszönöm szépen, kész vagyok, teljes életet éltem, mindent megtörtént és mindent megtettem, amit egy ember az életével kezdhet. Hát ezt mindenki gondolja végig, aki most 30 és 40 között van. Aztán az embernek eljön a 40-es évei, hát nem is tudom, hogyha én végig gondolom az életem utolsó 10 évét, akkor azt gondolom, hogy az embernek a 40-es éveiben megszületik az első nagy pánik. Amikor úgy érzi, hogy Istenem, hát a fiatalságom úgy tűnik, hogy mégiscsak elmúlik. Megszületik az első nagy pánik, amikor azt látja, hogy azok a 10 éves koromban összeálmodott ideális kapcsolatok, azok nem úgy működnek, mint ahogy én ezt összeálmodtam magamnak. Hogy akaratlanul mennyi emberrel kerültem konfliktus helyzetbe, nem úgy működnek a barátságaim, nem úgy működnek a szerelmeim, nem úgy működik a házasságom, nem olyan a gyerekeimmel a kapcsolatom, mint ahogy én ezt elterveztem, vagy megálmodtam, nem olyan a szüleimmel a kapcsolatom, ahogy én ezt megterveztem, vagy megálmodtam. Az embernek nagyon sok minden életbe vágó kérdések merülnek fel. Az ember azt érzi 40 éves korájának, különösen ennek a végén, hogy minden bizonnyal már nem élek annyit, mint amennyit eddig éltem. És ahogy nekem a 40 pluszos életem kinéz, valószínűleg így marad ez, addig, amíg a testem alkalmas arra, hogy hordozza az életemet. Aztán az embernek ott vannak az 50-es évei, és az ember az 50-es éveiben a szakmaiságának és a valószínűleg a karriernek a csúcsán is van, amikor már nagyon profi, amikor már látszik a hitelének a vége, és úgy tűnik, hogy mégiscsak ki tudom fizetni, amíg élek. Az ember szépen lassan elengedi a gyermekeit otthonról, és akkor nagyon kikristályosodnak az embernek az életében, hogy valójában mi az az érték, ami nem múlik el azzal, hogy az idő telik. Hogy én azt tudom-e mondani 50-es éveimben, hogy igen, ez az én életemnek a teljessége. Vannak ebben sok drámák, végigéltük az előző 10-20 évben valószínűleg az életnek a nagy drámáit, a nagy veszteségeket, dolgokban, anyagiakban vagy személyekben. Ezek nagyon megpróbálják kikristályosítani az életemben, a tudatomban azt, hogy mi az, ami igazán értékes, és mi az, ami kevésbé. 50-es éveimben már el tudok engedni dolgokat, amit 30-as éveimben még nem akartam elengedni, és felfedezek az életnek olyan dimenzióit, olyan pluszait, amelyeket 30 éves koromban még nem tudtam érezni.
Az embernek ezekben az időkben, az 50-es éveinek az elején, vagy a közepén, vagy valahol bejátszik az életében a változó kor, a nőknél a klimaszt, a férfiaknál meg a kapuzárásnak a pánikja, és érzem ezzel a testi változással, hogy az egész élet megváltozik körülöttem. Ennek nem csak biológiai változásai vannak, hanem vannak súlyos lelki változásai is. És nekem ott az értékeket átgondolva egyre inkább ragaszkodnom kell azokhoz a keservekkel, fáradtsággal felismert igazi értékekhez, amelyeket a világ nagyon sokszor megpróbál tőlem elvenni vagy átírni. Meg kell, hogy legyenek az életemben azok a felismerések, amelyeknek a segítségével fogok tudni élni életem hátralévő szakaszában, úgy, hogy én egy jó ember, egyre jobb emberré alakuljok, ne pedig egy rigolyás öreg legyek. Egy elviselhetetlen és ideges természetű, vagy hangosan beszélő, kiabáló ember legyek. Aztán az ember, amikor átlépi a 60 éves korát, ezt már csak elmondásaitokból tudom, amikor az ember túljut a 60, akkor észreveszi, hogy hirtelen, hogy hú, hát én nagyon öregszem. 60 éves kor az ember után azt veszi észre, hogy rohamosan öregszem. Öregszik a gondolkodásom is, öregszik a tempóm is, az életritmusom is, és visszatántoríthatatlan öregszik a testem is. És elkezd fájni itt is, meg ott is, meg amott is. Megvannak az első műtéteim, amelyek próbálják az életemet tákolgatni egy pár oldalról, hogy ez még egy darabig működőképes legyen. Aztán az embernek 60 éves korában valószínűleg már egyre több gondolata van még a halálról is. Hogy vajon hová tart az életem, vajon mi lesz velem az öregségemben, lesz-e valaki fogja a kezemet a halálságyomon, és mi lesz velem a halál után. Az embernek 60 éves korában már vannak, nekem már egy kicsit korábban is vannak, de azért vannak. Amikor az ember látja a maga körül a halálokat és a veszteségeket, akkor ebből súlyos kérdései vannak, és meg kell, hogy találja a válaszokat az Isten kezében, hogy ne egy rettenetes borzalomnak tartsa a halált, hanem egy lépésnek, egy átlépésnek és egy megérkezésnek. Ezt nagyon nehezen tanuljuk meg. Nagyon nehezen tanuljuk meg életünknek ebben a szakaszában, hogy az életem az Isten kezében van. És hogy az élet ura az Isten. Én szeretném ezeket a játékszabályokat megszabni, én szeretném ezeket megérlelni magamban, én szeretném a döntéseket meghozni, hogy mikor és hogyan, nem lenne jó. Aztán az ember úgy gondolom, hogy 70 éves korában, vagy 70 éves, 70 pluszos korában megérkezik a visszatekintésnek az idejébe, amikor visszanézem az életemet. Még nem vagyok öreg, nem vagyok nagyon szenilis, vissza tudom nézni az életemet, és vizsgálom magammal a kérdést, hogy vajon jól csináltam-e. A visszatekintésnek az életbe vágó nagy kérdése, hogy vajon jól csináltam-e. És a fiataloknak, meg a tizenéveseknek úgy kéne élni, hogy ha megadatik neki, hogy 70 éves legyen, akkor vissza tudjon nézni, hogy én most jól csináltam-e. Vagy eszembe jutnak-e a trehányságaim, amelyekkel nem fektettem be az életemnek a törekvéseit, nem fektettem be elég munkát, nem fektettem be elég tanulást, elcsúszott az életem, nem tudom, hogy mit kezdtem én igazából azzal a kincsel, amit életnek neveznek, ami a kezembe avatott. És a 70 éves ember nagyon nagy nyugalmat tud szerezni magának, ha azt látja, hogy igen, én elég jól csináltam, a gyerekeim szeretnek engem. Életem legfontosabb dimenziója öregedésemben, ha azt érzem, hogy a gyerekeim szeretnek engem. Aztán az ember beér a 80-as korába, ha beér, és akkor azért egyre inkább úgy érzi, hogy minden nap ajándék nekem. És megpróbálok nagyon fiatalosan élni, de tudom, hogy ez hazugság, mert én igazából nagyon öreg vagyok. És szeretem ezt az életet, és szeretném ezt tovább csinálni, és ez így van rendjén, de az ember tudja belülről azért, hogy nagyon fogyatkozik a földi pályának az ideje, és tulajdonképpen én öreg vagyok. És látjuk azokat az ostoba tiltakozásokat, amit sok parókával és sok festékkel próbálunk meszelni magunkon, hogy egy kicsit jobban nézzünk ki. El kell fogadni az Isten kezéből az öregségnek a szépségeit, mert vannak ennek szépségei, nem csak az öregségnek a nyomorúsága van. Az evangéliumoknak, miután végig tekintjük ezeket a szakaszokat, azért ott van a végén az életbe vágó kérdés, hogy mindaz, amit ebbe a csűrbe ezekben az évtizedes szakaszokban begyűjtöttél,
amikor a földi pálya bezárul számad, akkor ez kié marad. Én úgy érzem, hogy ebben benne van az, hogy gondosan bánok az életemmel. Ez nem csak arról van szó, hogy a gyerekeim hozzáférjenek a bankszámlához, hogy legyen miből eltemetni. Nem csak erről van szó. Hanem, hogy mindaz, amit én életemben, a küzdelmeimben, értékekként begyűjtöttem magamnak, ezeket rá tudom-e hagyni az engem következő, az engem követő nemzedékekre, a gyerekeimre, vagy az unokáimra, a tanítványaimra, a rábízottakra, át tudom-e adni? Tudom-e úgy adni, hogy ezt szívesen fogadják? Hogy úgy tudjam adni, hogy mögött áll az én tanúságtévő életem, hogy nem csak okosakat mondok neked, hanem nézd, én is végigéltem ezeket, és most így élek, ezek a legfontosabb értékei, én erre rájöttem. Kié lesz, amit egy élet alatt mennyit tapasztaltál, mennyit küzdöttél, mennyi mindent elvesztettél, mennyiszer ismerted fel, hogy az életnek nem azok a legfontosabb értékei, amit gondoltál. Hány barátot vagy szerelmet vesztettél el? Hányféle tapasztalatod van arról, hogy mi a jó élet, hogy mi az örömteli élet? Ezt mind végig kellett küzdeni, és akkor nincs akinek odaad. Nem tudod megtanítani a következő nemzedéket arra, hogy egy kicsit tapasztaltabbak legyenek. Másféle küzdelmeik lesznek, mert a világ sok mindent változtat körülöttük, de az élet alapvető küzdelmei, azok ugyanazok voltak 100 évvel ezelőtt is, meg ezek lesznek, ha lesz még világ 100 év múlva is. Tudsz-e úgy élni, hogy szívesen vegyél ki a kezedből a következő nemzedék azt, amit életedben kiküszködtél és értéknek tekintettél. És az utolsó kérdése, ezután a gondosság után, hogy megtalálják és hozzáférjenek életed kincseihez a következő nemzedékek, az utolsó nagy mondata az evangéliumnak, hogy ahelyett, hogy Istenben gazdagodnál. Na most azt gondolom, hogy egy 10 éves embernek is más az Istenben való gazdagsága, meg a 80 éves embernek is más az Istenben való gazdagsága. De egy biztos, hogy az Istenben való gazdagodás az a szeretetben való növekedést jelenti. Gondold el, hogy szerettél 20 éves korodban, hogy szerettél, amikor 40 éves voltál, hogy szeretsz 60 éves korodban, és hogy szeretsz, amikor már 80 is elmúltál. És ha azt mondod, hogy én igazából már elkoptam, és egy ideges természetű rigolyás öreg lettem, akkor a folyamat nem jó. Én még mindig bízom abban, bár lehet, hogy nem így lesz, az is lehet, hogy nem leszek öreg, de még mindig bízom abban, hogy egyszer megnyugszik az életem, és egy nyugodt, békés, gyerekeit meg unokáit szerető nagyapa leszek. Még mindig hiszek ebben, hogy szívesen lesznek az én társaságomban, mert szelíd vagyok és békés. Azt kívánom magamnak és mindenkinek, aki az élet útján jár, hogy megérkezhessen életének abban a szakaszában, amikor nyugodt és békés. És megjelennek körülötte azok a barátok, vagy azok a rokonok és családtagok, akik szívesen töltik az idejüket az ő társaságába, mert az ideges és rohanó természetű világban élő ember szereti a békés öreget. Akinek az életében elmúltak, elhangzottak a legfontosabb szavak, aminek el kellett hangozni, már a viharok is elcsendesültek, amelyek tépázták az életét, a szenvedélyek is kihűltek, amelyek sokszor szabták át az életét. Ott van a maga megérett és békés életével, az övének a körében és az Isten oldalán. Hát gondold át életednek a szakaszait, hogy mi kerül most a csűrödbe, amit most be tudsz tenni, azt jövőre már nem tudod betenni. Keresd meg az életnek azokat az értékeit, amelyek gazdagodást jelentenek az Istenben. Ápold ebben az adventi időszakban jobban a kapcsolataidat, mert életed minden szakaszában ezek a kapcsolatok szabják meg az életed minőségét és örömeit. És úgy gondolom, hogyha az ember a kapcsolati életét átgondolja, és ezért sokat tesz az adventben, akkor megszületik életének a legfontosabb kapcsolata a születő Krisztussal, és akinek egyszer az életébe beköltözik a születő Krisztus, aki ezt szívesen fogadja, annak az életében felnő Krisztus, és ahogy növekszem én, ahogy érek én, úgy növekszik és érik bennem az Isten, és ez létrehozza életemnek azt a találkozását majd, ami sokkal inkább beérkezés és boldogság. Azt kívánom mindenkinek, hogy életének minél korábbi szakaszában engedje be Krisztust az életébe, hogy kialakuljon benne egy szoros békesség, egy szoros összetartozás, egy szoros barátság, és ebből a barátságból éljen jól életének bármelyik szakaszában, és ebből a barátságból
gazdagodjon majd nagyon a halál túlsó oldalán az Isten országában. Amen.